Kanyarodjunk egy picit oda, hogy nyilván találkoztatok életetek folyamán jó pár olyan emberrel, aki akár tápkiekbe vagy hasonló témakörökben kért tőletek esetleg szakmai segítséget. Melyek azok a mítoszok, téfitek, amin legjobban megdöbbentetek életetek folyamán? Nekem egyetlen egy is elfelejthetetlen van, de szerintem ott voltál akkor te is, és jó fokon, de szerintem ezt ma hallottátok ezt a történetet, de ezt nem tudom elégszer elmesélni. Bicikliztem lefele, és egyszer megállítottak az utcán, hogy állj meg már, légy szíves. Megállok, hogy nagyon fontos, mert mondom, sietnek, már a kovártál bent. Mondja, hogy nagyon fontos, hogy hadd kérdezem már egyet, mert neki ez nagyon nagy probléma. És akkor leszállok a bicikliről, mondom, figyelek. Tehát azért igyekszik az ember mindenkivel normálisan viselkedni. Hát, hogy neki azon egy problémája, hogy a sékerbe ugye a fehérjét megcsinálja, hogy mindig habzik. Hát, durva. Mondom, baszki, öblíts ki előtte, nem? Vagy nem tudom. Tehát engem hál' Istennek elkerülnek az ilyen kérdésekkel. Én annyira, azt hiszem, annyira antiszociális voltam, míg versenyeztem meg utána is, legalábbis... Kicsoda az? Nem, tehát én rólam azt gondolták ugye a videókból, hogy nagyon antiszociális vagyok, mert nem állok szóba senkivel, és ebből kifolyólag én hozzám nem ismertek, például Bélához, vagy a kosaras gyerekhez könnyebben oda mentek. Igen, hogy nem mertek oda jönni kérdezni. Nekem... Nem vagyok bunkó senkivel amúgy. Oké, többieknek van valamilyen emlékezetes? Én kettőt tudok Zolitól, amit a mai napig a szívem csücskén őrzök, mert mindig megmosogom, ha eszembe jut. Úgyhogy Zoli, meséld el, mert neked volt kettő. Micsoda? Egyszer beküldte az úriembert a tömegnövelőt vett a srác, és mondta, hogy két kanállal tegyen. Így van. Légy szíves, meséld el. Így van, hogy egy adag, két kanál, ez volt ugye a tömegnövelőnek a kimért adagja, és úgy képzeljétek el, hogy brutál, egy óra, visszajön az ember, tokától bokáig, fehérjés. Mondom, mibe segítetek, koma? Figyelj, az van, megvettem, de ebbe csak egy kanál van. Mi lenne, ha megpróbálnád kétszer meríteni, öcsém? Komolyan bejött és kereste a második kanalat, ez nem jött össze. És volt még egy kreatin. Te jobban tudod. Az a lényeg, hogy megette, ugye elfogyott a kreatin, de ugye van benne egy ilyen kis tasak, ami azért van, hogy ugye nedvesség ne érje, tehát az rá van írva, hogy Dunát ít és egy koponya, és mondta Zolinak, hogy ő már megette a kreatin részét, de még néhány golyó megmaradt a zacskóból. Le kell tenni bőr alá, gyerekek, aki ezt így megkérdezi, annak el kell fogyasztani ezeket a termékeket, és csontra kirűteni minden tégelyt. Virág? Ez működik. Kornél mikrofonja. Hát tőlem ugye nők szoktak kérdezni, és ott átlagos kérdések érkeznek olyankor, hogy most mikor, mit, hogyan érdemes. Szóval nekem ilyen nagyon durva sztorik nincsenek, mert ők tényleg próbálnak mindent tökéletesen csinálni, és én pedig igyekszem segíteni, úgyhogy ilyen vicces sztorik nincsenek. Sajnos. Nekem van egy. Na. Egy másik táplálékkiegészítő cég, körülbelül egy olyan 15 éve, volt egy Createch pump, vagy valami ilyesmi termék. És a srác nagyon izzadt a teremben, egy vérvörös fej, és kérdezem, hogy jól vagy, minden oké? És mondta, hogy fú, bazd meg, ez a Createch pump, ez nagyon durva. Hát, csodálkoztam, hogy nem tudom, mi olyan durva egy Createch pump, de biztos tud valamit. És hát mondja, hogy hát gyerekkorában szedetten robolt, de attól nem volt ilyen rosszul. És mondom, de mit csinálta? És kiderült, hogy egy ilyen 20-as dobozt, ugye ez 20-asával volt csomagolva, ő azt megette egy nap. Tehát így elkortyolgatta ugye a 20 zacskót. Tehát egy ilyen erős kreatív mérgezésben lehetett az ember, tehát csoda, hogy élt. Igen, tehát egy kicsit a vérnyomása szerintem én 250 körül lehetett. Ilyenkor javalljál még egy dobozt, attól leíkad. Igen, mondtam neki, hogy ha megfordítod, akkor rá van írva az adagolás, és akkor látod, hogy az a 20 tasak, az 20 edzésre van, tehát nem szükségszerű egybefogyasztani. Az elejére kellett volna ráírni. Már ilyen biztonsági faktorként.